ugye 70% táplálkozás, 30% mozgás, ez tesz ki egy kerek egészet. Az új év, új élet szlogen már mindenki számára ismert fogalom. Új évkor ugyanis általában valami újba kezdtünk, fogadalmat teszünk. A kezdeti lelkesedés azonban gyorsan elillanhat, ha nem megfelelőképpen indulunk neki céljaink elérésének. Statisztikák szerint az életmódbeli változások szerepelnek a legnépszerűbb célkitűzések között. Így az egészséges táplálkozás is az első helyen áll az újévi fogadalmak listáján. Rendkívül fontos lenne az, hogy rendszeresen étkezzünk. Ez a rendszeres étkezés legalább 4-5-ször, de hogyha nyilván ezt valaki nem tudja megvalósítani, azért legalább a 3-4-szer étkezést mindenképpen meg kell valósítani, aminek mindenképpen az élettani hatása van, tehát az a lényege, hogy gyakorlatilag, ha 3-4 óránként eszünk, akkor a vércukorszintünk nem esik le, és ezáltal nem törnek ránk ilyen falási rohamok. És mindezt persze még kiegészíteném azzal, hogy amit megeszünk, azt mindenképpen legalább egy 10-15 percet kell rászállni, hogy megegyük, és azt nyugodt körülmények között kell elfogyasztani. Mindezt naponta legalább 1,5-2 liter, de ha valaki még tud, akkor esetleg ennél több folyadékkal kell mindenképpen kiegészítenie. Az egészséges életmódra való elhatározásunkat mindenek előtt fejben kell eldöntenünk, hogy azt hosszú távon meg tudjuk valósítani. Fontos a motiváltság, az elszántság és hogy saját magunk számára elérhető célok megvalósítására törekedjünk. Kettőt előre, kettőt vissza. Az ünnepi lakomákat követően sokan a rendszeres testmozgás mellett is leteszik a voksukat. De hogyan is válhat tartóssá az elhatározásunk? A megfelelő mozgásforma megválasztásával már sokat tehetünk a rendszeresség megtartásáért. Az is fontos, hogy figyelembe vegyük a testi adottságokat, az alkatunkat, fontos, hogy sikerélményünk legyen, élvezzük azt, amit csinálunk. Nem jó, hogyha valaki elkezd valamit, és görcsösen ragaszkodik hozzá, beleragad. Esetleg az is jó módszer, hogyha váltogatjuk a különböző mozgásformákat, hiszen annál sokoldalúbb edzettségre tudunk szert tenni. Nagyon fontos a megfelelő szakember megválasztása, a reális célkitűzés, a fokozatosság és az egészséges keretek között végzett testmozgás. Idén a pandémia miatt ugyan más lehetőségeink vannak az eddigi évekhez képest, de a szakemberek az online felületeken is képviseltetik magukat. Így nem kell lemondanunk a kedvenc mozgásformáinkról sem.